Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Viviana részére. Kedves Viviana, üdvözöllek téged, ez a te videód, és az első kérdés az lenne, mi az ő jelenlegi helyzete. Itt ezen a képen látunk egy hölgyet. Ez a hölgy befele tekint, és fogva érzi magát. Hiányzik a könnyűség, hiányzik a levegő eleme. Ennek a hölgynek vannak félelmei is. Mivel ő visszatért a volt társnőjéhez, az lehet, hogy ez a hölgy a háttérben pontosan így érzi magát. A kártyáknak vannak szimbolikus jelentései is, ez lehet az ő tartása. A mostani párkapcsolatában a volt nejével ő fogva érzi magát. Vannak korlátozások. Nem könnyű a helyzet, nem tud jelenleg kilépni belőle, és vannak félelmei. A következő kérdés az lenne, hogy mi a terve, mit szeretne megvalósítani, és most megtekintjük a következő kártyánál. A terve az, hogy rendezze az anyagi dolgokat. Itt ezen a képen van egy királynő, és kezében van ez az arany érem, az utal a pénzügyi helyzetre, a hivatására is, azon kívül szimbolizálja a föld elemét, a reális dolgokat. Neki vannak álmai, tervei, és ő azt szeretné megvalósítani. Ez az arany érem jelzi az értékeket is, a belső értékeket is. Te értékes vagy számára, ő kezébe veszi a dolgokat, itt ő meg fogja azt valósítani, amit tervez, és ő szeretne téged a birtokába venni. A következő kérdés pedig az, hogy mi a fókusz, mi az, ami fontos számára a jelen pillanatban. Ez az arany kehely szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleme utal az érzelmekre. Az egyes szám jelentheti azt, hogy ő a saját érzelmeivel foglalkozik, az áll most a középpontban, de utalhat arra is, hogy te vagy egyedül az ő lelkében, az ő szívében, az ő érzelmeiben, és van köztetek ez a forrás, egy ilyen mély lelki kapcsolat. A következő kérdés pedig az lenne, hogy mi befolyásolja őt, vagy ki befolyásolja őt. Itt, ezen a kártyán láthatunk egy hintót. Itt mennek előre az események. Valaki hat rá, hogy változtasson egy irányt. Itt fontos döntéseket kell hozni, jobbra vagy balra. Viszont a színeknek is van egy jelentősége. Ha a fehér lovat választja, akkor előre mennek az események. Ha ő a fekete lovat választja, akkor ott fékeződik minden, nem megy tovább, mert ez szimbolizálja a félelmeket. Vannak a környezetében olyan emberek vagy egy személy, aki jó hatással van rá, viszont vannak olyanok is, vagy egy bizonyos hölgy a háttérben, aki szintén hat rá, és akadályozza azt,
hogy ő változtasson valamit az életén. A következő kérdés az lenne, mi változik nála? Itt ezen a képen látható a víz eleme, mert pontosan azt szimbolizálják a kelyhek. Itt érzelmekről van szó. A négyes szám arra utal, hogy szüksége van a biztonság érzetére. Lehet, hogy belülről bizonytalan, de ezt szeretné elérni. Itt vannak lehetőségek is, látható ott felül egy kehely, azt nyújtja valaki, vagy az égi hatalom, vagy te adod számára ezt a lehetőséget, hogy kibéküljetek, hogy beszéljetek érzelmekről. De ő elfordul, mert fél valamitől, fél attól, hogy elveszít téged. Az is lehet, hogy ő szeretné nyújtani ezt a lehetőséget számodra, viszont fél attól, hogy te őt elutasítod. Hogy áll a volt neje hozzá? Milyen az ő tartása? Azt megnézzük most a következő kártyánál. Ezen a képen a hold látható. A hold szimbolizálja a vágyakat, a reményeket, az álmokat, az lehet, hogy ez a hölgy nagyon álmodozó. Sőt, azt is el tudnám képzelni, hogy van egy másik férfi a háttérben, és pontosan arról álmodozik ez a hölgy. A hold szimbolizálja az anyai érzelmeket is. Az lehet, hogy ő szeretné azt, hogy a te lelki társad nála maradjon, és ilyen anyai érzésekkel közeledik hozzá, elkényezteti őt. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy hogy gondol a te lelki társad erről a kapcsolatról, hogy viszonyul ő ehhez a nőhöz. Itt ezen a képen látható a 9-es szám, az utal korlátozásokra. Ezt érzi, ezt ő tudja, de a tűz elemével meg lesz ahhoz a bátorsága, hogy lezárja ezt a kapcsolatot. Ő védi magát. A háttérben az ajtó le van zárva. Te biztos lehetsz abban, hogy ő, ha rendezte az anyagi dolgokat, akkor visszatér hozzád, és lezárja a múltad. A következő kérdés pedig az lenne, hogy hogy tekint feléd? Mit szeretne közölni veled? Vagy mi a vonzalom kettőtök között? Most megtekintjük ezt a kártyát. Itt ezen a képen látható egy szerelmes pár. Ezek a mély érzelmek, ez a szerelem, ami kettőtöket összeköt, és ő ennek tudatában van. A következő kérdés pedig az lenne, hogy tekint rád, mit közöl veled, mi történik a közeljövőben, ezt mutatja a következő kártya. Itt láthatunk egy királyt. Ez az ő fellépése, egy büszke tartás. A kezében van ez az arany érem, és az azt fogja jelenteni, hogy te értékes vagy számára, amit közöl veled. Ez a király uralkodik. Uralkodik a föld eleme felett, és az mutatja a reális dolgokat. Tehát az, amit ő érez, amiről ő álmodik, amit ő tervez, azt meg fogja valósítani, és lesz köztetek egy tartós párkapcsolat. A következő kérdés az lenne, hogy mit tudsz tenni annak érdekében, hogy javuljanak a dolgok, mégpedig a jelen pillanatban.
és ezt megtekintjük a következő kártyánál. Itt, ennél a kártyánál láthatjuk az arany kelyheket, és az utal az érzelmekre. Mutasd ki az érzelmeidet. Viszont a 9-es szám korlátozásokra utal. Vannak pillanatok, amikor félelmeid vannak, vagy bizonytalan vagy, vagy nem tudod, hogy mi a jó. Kimutasd-e az érzelmeket, vagy sem. Ez mindig úgy a helyzettől függ. A következő kártya mutatja a jövőtöket. Itt ezen a képen láthatsz két korsót. Az egyik arany, a másik ezüst. Az arany szimbolizálja a napot. Az ezüst szimbolizálja a holdat. Itt a férfias és a nőies energia van egyensúlyban. A kép utal a csillagképekre is. Szerencsét hoz, de jelenti azt is, hogy ez a párkapcsolat köztetek, ez a szerelem meg van írva a csillagképekben. És most megkérdezem az ingát, hogy visszatér-e hozzád. Ez most nem látható, hozzá kell tennem, hogy elromlott a kamerám, és a fényképezőgéppel dolgozom, így nem tudom mutatni, de azért gondolom, kíváncsi vagy az Inga válaszára is. Visszatér ő hozzád, igen, nem, vagy talán. Az Inga válasza, igen, ő visszatér hozzád. Kedves Viviana, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Tendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!